Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Tojásfákat állított a Tinódi ház elé a Dombóvári Nagycsaládosok csoportja és a Dombóvári Kertbarát Egyesület. Utóbbi civil szervezet minden évben szervezett eddig húsvétváró foglalkozásokat. A koronavírus miatt tavaly ezt nem tudták megtenni, idén pedig különleges formában készültek az ünnepekre. Régi német hagyomány a bokrok és a fák húsvéti tojásokkal való feldíszítése. A sváb szokást Dombóváron is igyekeznek megőrizni. Az ötlet az 10 éve működik. Mi 10 éve a Dombóvár Kernen Baráti Kör Egyesülete. Minden évben csináltunk húsvétvárót, nyilván nem ilyen díszesen, vagyis nem tojás díszítéssel, hanem ajtódíszekkel. A Kernen pincében szoktunk összeülni, tojásokat díszíteni, különböző képeslapokat csináltunk. Gyerekekkel együtt ültünk. Volt egy óvónénink annak idején, sajnos ő már nem él, a Pencz Marika, aki ebben nagyon sokat segített nekünk. És aztán többször jártam én Németországba nyilván, mert a kötődésünk az van, és ott láttam a díszes kutakat, és akkor próbálkoztam tojással, amit megdíszítettünk zölddel, arra ráragasztottuk a tojást, volt már ilyen is, és tavaly kaptam támogatást kint Németországból a Testvérvárosi Egyesülettől, és úgy döntöttem, hogy veszek tojást. Ezek a tojások kerültek fel a Tinódi ház előtt álló fákra. Tavaly ugyanis a koronavírus miatt meghiúsult a civil szervezet húsvétváró foglalkozása, amit az áruház előtt szoktak megtartani. 2021-ben azonban úgy döntöttek, más formában ugyan, de készülnek az ünnepekre. Nyilván most is az előírásoknak megfelelően maszkkal, és egyszer magamban díszítettem két kis segítséggel, és itt pedig a Tinódi ház előtt a Nagycsaládosok Országos Szervezetének dombovári csoportja díszített a gyerekekkel, meg a polgármester úrral. Dombóváron 26 fát díszítettek fel, igazi húsvéti hangulatot teremtve a városban. Sima műanyag tojások, ami bírja az esőt, a havat, talán a szelet is, és hát azokat akasztották föl. Én szerintem egy kis szint hoz a város életébe, úgyis nagyon le vagyunk ülve, nagyon szomorú a helyzet körülöttünk a koronavírus miatt. Egy kis szint hoztunk az életébe a városnak, úgy gondolom, hogy ez nem baj. Hát régebben a húsvétvárokra a civil szervezetek lettek meghívva, a Városi Zenész Egyesület Balaskó János vezetésével szokott zenélni, ilyen tavaszi hangulatot teremteni, volt medvehagymás pogácsa, volt másik pogácsa, volt teja is, de hát ezt most nem lehetett megcsinálni, sajnos így most ez a két civil szervezet dolgozott ezen. Az egyik legnevezetesebb tojásfa Németországban a zaltfeldi húsvéti tojásfa. Bár a német hagyomány eredete már a homályba veszett, minden bizonnyal azzal hozható összefüggésbe, hogy a tojás a világ minden táján az élet egyik ősi szimbóluma. Boc János, törzsgyökeres dombóvári lakos, faforagásai viszont országszerte fellelhetők. A 73 éves művésznek olyan szerencsésen alakult az élete, hogy a hobbija lett a munkája. Templomok oltárai, köztéri alkotások, iskolák, óvodák játszótéri elemei viselik keze munkáját. Kalandos gyermekkora volt a 73 éves Boc Jánosnak, akit leginkább fafaragásairól ismernek a dombováriak. Ehhez a hobbihoz, amely végül a munkája is lett, szinte egyenes út vezette. 7 voltunk testvérek, a legidősebbik fiú meghalt, így 6 maradtunk, 4 lány és 2 fiú, és szinte mindent megengedett apám nekem, meglátott a jóságomból. Mindegy, 64-ben végeztem a gazdasági vasútnál géplakatosként, lekerültem a vasúthoz. A gazdasági vasútról csak annyit kell tudni, hogy az egy ilyen aglegényekből álló fuserátor műhely volt, tehát Dombóvár iparosainak ott készültek a úgymond mellékesként a szerszámai gépei, egyebei. Megtanultam esztergályozni, marni, vésni, gyalulni, kovácsolni. Lekerültem a vasútra, 69-ben
közben katona voltam 27 hónapig, határőr. Mikor visszakerültem katonaság után a vasútra, 12-24-eztem, és folytattam azt a fuserátor stílust, amit a kisvasúton tanultam. Faragókéseket készítettem faragóknak, mert abban az időben kapni nem lehetett. Most, aki vasas szakmában dolgozott, az tudja, hogy egy kést úgy lehet igazán kipróbálni, hogy mennyire tartja az élit, mennyire törik, hajlik, stb., ha dolgozik is vele az ember. Hát mire használják a faragók? Megnéztem, megpróbáltam, hogy ki tudjam próbálni a szerszámokat. Aztán ilyen egyszerűbb kis faesztergapadot csináltam szögvasvázzal, egyébben végül 69-ben már a Baranya megyei népművészeti szövetkezet intézte el, mert 69-ben még minisztériumi engedély kellett hozzá, hogy valakinek másodállása lehessen, és nekem gyerekként, fiatal emberként már volt 69-ben másodállásom. És folytattam ezt a kettős életet, hogy egy kis vasas munka, egy kis faragás. A fa megmunkálása iránti érdeklődés erősebb lett végül, ugyanis Pécsett kitanulta a faszobrász-restaurátori szakmát. Korábban monumentális munkákat végzett. Szerte az országban templomok, székesegyházak oltárait restaurálta. Ezzel párhuzamosan szobrok faragásába is belefogott. Készült olyan 5-6 darab szobrom. Pulai templomban van Szent Erzsébet, Szent Teréz a legközelebbi. Mindig azt mondtam, hogy a Lajos bácsi faragott egy szál rózsát fából. Annak, ha ráfújtunk a levelére, az mozgott. Hogy a csodába tudta megcsinálni? Nekem se árult el kedvenc tanítványának, de ő azzal szokott dicsekedni, hogy ilyet csinálj. Egyszer csinálj egy ilyet. Aztán nem csináltam, féltem tőle szó szerint rózsát készíteni. Még az egyháznál jöttek, hogy a pulai templomból ellopták ezeket a szobrokat, és nem tudnak szerezni helyette, nem-e faragnák fénykép alapján. 65 centisek egyébként. Mondom, megfaragom, de hogy a rózsacsokor, mert a Szent Erzsébet ugye kenyeret vitt a szegényeknek, aztán a férje, amikor el akarta kapni, akkor rózsává változtatta, tehát a kötényében rózsacsokor van, és a kezében van egy szál rózsa. És én megfaragtam azt a rózsát úgy, hogyha ráfújnak, megmozdul. Időközben úgy apránként faragtam ezeket az életfákat, kopjafákat. Mindig azt mondtam, ingyen faragtam. Megvásárolták a fát, és nekem megtiszteltetés volt, hogy engem kértek fel arra, hogy egy Ijés Gyuláról, egy Fekete Istvánról, ugye a Bukka, hadd nem mondjam, tehát az én világomról írt a Fekete István, a szabad életről, a mocsár világról, a hegyoldalakról, egyébről. Bocz János az egyházi megbízások után több játszótéri elemet készített iskolákba, óvodákba, amelyek igazán időtállóak voltak. Szoros együttműködés jellemezte a helyi madártani csoporttal is, a tüskei madárvárta fa munkáit is ő készítette. Én elköszöntem tőlük, amiben az egyesület igazgatója, amúgy a belvárosi iskola volt igazgatója, a Nagy Sándor, mondta, hogy ez nem úgy megy, ő nekik kell elköszönni tőlem. Rendeztek egy nagyon szép műsort számomra, ami érdekesség valahol itt van. Egy üvegbort kaptam és egy könyvet, de kijöttek a könnyeim, mert akkor mondták, hogy 36 év alatt a legtöbb támogatást azt tőlem kapták. Mindegyik munkámra büszke vagyok, mert mindegyiket megpróbálom a technikai és elméleti tudásom szintjén maximálisan megcsinálni. És a pedagógus gyerekeim mondják ezt, hogy apu, kevésbé kellene maximalistának lenni. Mert ha elkészül is egy munka, amikor elkészül, akkor már nem tetszik.
nem így kellett volna, nem úgy kellett volna, másképp kellett volna megoldani. Azt átállik egy-két év, akkor mondom, hogy te véj hülye, hát ezt is te csináltad. Erre büszke lehetné azért. A művészeknek szükségük van példaképekre. Bocz János 3-4 hozzá közel álló személyt is megnevezett. Tehát volt a Szekeres Pista bácsi népművészmester, pásztorfaragások, csontfaragásokat készített, ahhoz készítettem neki szerszámon. Aztán Kurdon volt az Őri Szabó Dezső, ő is népművészmester, ő református pap volt főállásban, mellékesen faragott, és volt a Balázsi Gyula, akit Dombováron istenítettek, népiparművész és népművészmester volt. Végül is ő mondta, hogy gyerek, nem vagy te hülye ehhez a dologhoz, miért nem faragsz? Akitől én iszonyatos sok segítséget kaptam, az ott van leírva a könyvben, Exner Lajos, faszobrász, ő volt a gyakorlati oktató a képzőművészetibe. Ő fantáziát látott bennem, mert kétkezes vagyok. Tehát nekem mindegy, hogy így verem a szöget a falba, vagy így verem a szöget a falba, ebben a kezemben van a faragók is, vagy a másikba. Nagyon mindegy. Mondják okos emberek, hogy valószínű azért van, mert balkezesnek születtem, csak átneveltek jobbkezesnek. Így megmaradt a balkézbe is a tudás, meg a jobba is. Lajos bácsitól nagyon sokat tanultam. A mai napig emlegetem, ugyanis egy fiam és egy lányom van. A fiam szépen farag, ő elleste a szakmát, sose tanítottam. És nekik szoktam mondani, hogy a Lajos bácsinak több tudás volt a kisujjában, mint amit én most 73 évesen tudok. Még a legnagyobb művészekről, tudósokról is kiderül, hogy nem voltak eminens diákok. Nem ők voltak a legjobbak a szakmájukban. Nincs ez másképp Bocz János esetében sem. Elismerte gyermekkori csinytevéseit azt is, hogy furcsa módon nem tud rajzolni, és hogy nem ő volt a legügyesebb a szakmában. Mégis ezekkel a buktatókkal együtt egy olyan életpályát járt be, amire igazán büszke lehet. Tehát van, hogy pillanatok alatt beugrik, van, hogy hosszú vajudás után, de ha már megszületett a fejembe, hogy mit akarok csinálni, onnantól nevetve megcsinálom. Mindig mondom, mert megint csak a gyerekeimre hivatkozok, hogy apu, miért ott csinálod? Hát mondom, mert ott köl, ott a fölösleges. Tehát valahol az agyba rögzítődött, hogy mit akarok csinálni, a kezem nem tud más csinálni, mint amit az agyam vezérel. Azért kell ott csinálni, mert onnan bentről az jön, hogy ott kell csinálni. A Dombóvári Kutyás Egyesület már 1968 óta működik. Céljuk olyan kutyák nevelése, akik bármely helyzetben megállják a helyüket és jól viselkednek. Van, aki csak az otthoni illemszabályokat sajátítja el, míg mások őrzővédőké válnak. Itt ember és kutya is jól érzi magát, és életre szóló barátságok köttetnek. Különféle korú, nemű és fajtájú kutyus szaladgál az új dombovári kutyakiképzőpályán. Egy közös bennük. Javulni szeretnének egy megfelelő környezetben gazdáik és szakemberek segítségével. Ez a Dombóvári Kutyás Egyesület kiképző pályája. 1968-ban alapították a Dombóvári Kutyás Egyesületet. A Dunántúlon és az országban is talán az elsők között. 1974-ig működtünk együtt a Tamási szervezettel közösen, utána elvált a kutyaink. Majd a Meóénak a helyi szervezeteként 2007-ig ezen a néven szerepeltünk, és akkor, amikor a Meóén elkezdte a szövetségé szervezni a helyi szervezeteket, ott szintén első között alakítottuk meg a Dombóvári Kutyás Egyesületet, és azóta ezen a néven működünk. Az Egyesület fő támogatója a város önkormányzata, a bázisként működő pálya is városi tulajdon. A kutyások pályázati lehetőségekkel is élnek, jelenleg is van nyertes pályázatuk. A közeljövőben pedig egy agility pályát szeretnének kialakítani, valamint meglévő szolgáltatásaikat is bővíteni. Két pályázat van jelenleg, amiben úgy tűnik, hogy nyerésre állunk.
Az egyik a Nemzeti Erőforrások Minisztérium által kiírt NEA nevű pályázat. Azt már meg is kezdtük, két részből áll. Tavasszal csináltunk egy programot, a rászoruló gyermekeknek egy kutyás tábort. És a második az ősszel lesz, szeptember elején, mikor az iskolát elkezdték a gyerekek. Aki a kutyaiskolát szeretné látogatni, annak a házi rendben foglaltakat maradéktalanul be kell tartania. Kutyaiskola területén mindenkire vonatkoznak a házi rendünk belüli szabályok. Ez hozzáférhető a honlapunkon, ne lehet olvasni, és akkor azt szerint kell itt viselkednünk. A kutya kiképzés alapvetően egy szép sport, de egy veszélyes üzemmódnak is nevezhetném. Ugye mindenki a saját kutyáért felelős, ezt rögzítettük is a házi rendünkbe. Ezzel azt értem, hogy megfelelő órázzal, nyakörvel, védőoltásokkal ellátott kutyával szabad hozzánk bejönni. Amikor megkezdenik a képzést, leütt a kutyát, el kell vinni vécére, sétáltatni, hogy ne a pályán végezze a dolgát, mert az a többi kutyát is erre irritálja. A fontos szabály még, hogy a foglalkozást mindig egy kiképző vezeti, az ő utasításait szigorúan be kell tartani. Ez nagyon fontos mindenkinek szempontjából. Itt mi elsősorban, amikor elkezdjük valakinek a oktatását a kutyájával együtt, a gazdát kell megtanítanunk arra, hogy hogyan kell a kutyával bánnia. És az ő szerepük az megmarad, az otthonihoz képest, csak bővül a tudásuk azáltal, amit tőlünk itt kapnak. A Kutyás Egyesület tagjai számos hazai és nemzetközi megmérettetésen is helytáltak, valamint helyi szinten is ismertek, több rendezvényen is bemutatkoznak. Szerencsére óvodákba, iskolákba gyakran meghívják az Egyesületünket, bemutatót tartani, illetve felvilágosítást tartani. Oda többen szoktunk menni, természetesen különböző fajta, különböző képzettségű kutyákkal, és ott tartunk bemutatót, illetve elméleti oktatást a gyerekeknek, mire vigyázzanak, mire figyeljenek oda utcán, illetve bárhol, ha kutyával találkoznak. Főleg az óvodákba, illetve az iskolákba a kisebb korú gyerekeknél rendkívül népszerű. Sokat lehetne róla beszélni, hogy mit csinálunk ott, de a gyerekek azok a lényeg, hogy mennyire élvezik, mennyire szeretik és milyen tapsot kapunk. A kutyaiskolában egészen kicsi kölyök kutyákat is fogadnak, az ebb fajtája és vérmérséklete, no meg a gazdi elképzelése határozza meg, hogy milyen szintig jutnak a tanulásban. Először is az ide látogatónak, a kutyájának megfelelő védőoltásokkal kell rendelkezni, illetve megfelelő felszerelésekkel. Ha ez megvan, akkor elkezdjük az alapozást a kiskutyával. Nem tudom, ebbe belemerülhet, mennyire merülhetek bele. Az alapozás a kézkövetéssel kezdődik. Tehát az a lényeg az egész kiképzésnek, hogy a kiskutya megtanulja a gazdának a kézkövetését. Nem a régi, hagyományos, kényszerítő eszközöket használjuk, hanem a kutya vele született ösztöneire alapozzuk a kiképzést. Ebből fakad, amit az előbb említettem, a kézkövetés, élelemmel, illetve jutalommal motiváljuk a kiskutyákat, és innen kezdjük el felépíteni egészen a vizsgákig a kutyát. Ha a kutyának az idegrendszere, illetve a gazdi alkalmas a kiképzésre. Iskolánkban több csoporton folyik a kiképzés, az ovis csoport, a kezdő csoport, akik felnőttek már, de még nem voltak iskolába, illetve a haladó csoport, akik már kijárták a tanfolyamokat. A haladó csoportnak megtiszteltetés, hogy én lehetek a vezetője, több rétű kiképzés folyik itt, nyomozás, nyomkövetés, fegyelmező gyakorlatok és őrzővédő, amelyik fajta alkalmas az őrzővédőre. Nyomkövetésre szinte bármelyik fajta alkalmas, mert ott is élelemmel motiváljuk a kutyát. A fegyelmező gyakorlatokra többé-kevésbé mindenfajta alkalmas, van amelyik kevésbé, van amelyik jobban. A fegyelmező gyakorlatok már a haladó csoportban legtöbbször póráz nélkül történnek. Itt már például egy pórázon vezetés és ültetés már menet közben történik, tehát a gazda csak kiadja a vezényszót, hogy ülj, vagy feküdj, vagy állj, és a kutyának azonnal végre kell hajtani. Itt bővül a előreküldés, akadályok, aportozás, síktalajon, illetve akadályokon keresztül.
és a legszebb, vagy a leglátványosabb része ugye az őrzővédő. Több német juhász is van a csoportban, illetve voltak régebben dobermanok, rottweilerek, ezekkel nagyon jól lehetett dolgozni az őrzővédő munka folyamán. Itt már nem csak az a lényeg, hogy a kutya megfogja az úgynevezett csibészt, a segédet szakszavakkal mondva, hanem ott már különböző gyakorlatokat is végre kell hajtania. Például van egy úgynevezett búvó, azaz egy sátor. A kutyának, mint a vizsgán, oda kell állnia, ülnie pontosabban a segéd elé, felugatással jelezni, hogy őt megtalálta, majd vezényszóra ott kell hagynia, ami igen nehéz egy kutyának, főleg egy ösztönerős kutyának. Ki kell lépnie a gazdához, kivezetni a segédet, ott egy szökést akadályozni, úgynevezett szökést, tehát itt teljesen sok döbrétű az őrzővédő munkánk. Az Egyesület évente kétszer tart nyílt napokat azok számára, akik tervezik, hogy kutyájukkal eljárnak a képzésekre, de bárki megismerheti ezeken a napokon a kutyások munkáját. Végezetül szóljon néhány elégedett gazdi. Hát kiskorom óta nagyon érdekel a kutyatenyésztés, kutyakiképzés. Két német juhászunk van és kettő francia buldogunk, mind a négyen ide járunk a pályára. Rettentő jó a csapat, nagyon jó hangulat van, nagyon nagy nyugalmat áraszt ez a pálya. Aki lejön, az láthatja. Főként a franciákkal engedelmes, illetve a szocializáció, tehát hogy viselkedjenek kutyákkal, emberekkel, illetve a német juhászokkal IGP sport, ami három ágazatú, nyomkövetés, engedelmes az őrzővédő ágazatot gyakoroljuk a kutyusokkal, vizsgázunk is. A franciánk, Mócika, ő 4 éves, egy éves korától, amikor hozzánk került, 1 évesen került hozzánk a kutyus, azóta szinte azonnal járunk a pályára. Egy törpös naucer kiskutyám van, belejöttem ide, régóta ide járok, édesapám is ide hordta a kutyáit, nekik is törpék és óriások voltak, mindegyikük munkavizsgás volt, és úgy gondoltam, amikor megvettem a kiskutyámat, hogy ő is szeretném, hogyha jól nevelt lenne, okos lenne, bárhova el tudjak vele menni. És hát ugye, mivel régóta ide járunk, és úgy tudom, hogy ez a legjobb kutyasuli, ezért jöttünk, és nagyon jól haladtunk, 2,5 éve járunk ide, és 1 év után a Harley-nak sikerült BH1-es vizsgát letennie, tehát az engedelmes vizsgát megszereznie. Hát egy nagyon jó kis csapat alakult ki közöttünk, a kutyaóviba kezdtünk együtt, és utána mentünk tovább a haladóba. Igazándiból a Harley a legkisebb, mert egy német juhásszal és egy labradorral járunk együtt, meg egy kis keverék kutyával, és nagyon jól megértjük egymást, és a kutyák is imádják egymást. Egy 9 hónapos német juhász kutyánk van, és ugye a kezdőtanfolyamot kezdtük körülbelül 1 hónapja. Hát most itt az ültetés-fektetés behívásnál tartunk, az már mondhatni elég jól megy, és azért jöttünk, mert szeretnénk, hogyha az alapvető engedelmességi feladatokat tudná a kutyus. Az a felvételeken is jól látszik, hogy családias hangulatban telnek a foglalkozások. Gyerekek játszanak egymással és a kis kedvencekkel. A gazdák között jó barátság alakul ki, és a lényeg, itt mindenki tanul. Kutya és tulajdonosa is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!